sok érzelme gondolat van bennem, hiszen ott volt előttünk a továbbjutás esélye, és kétszer is vezettünk, és sem sikerült megtartani, pedig a srácok mindent megtettek, és nagyon küzdöttek, mindenki nagyon büszke lehet rá, a csapatra, hiszen kétszer vezett Münchenbe, az minden váltottnak esetik meg. De tényleg, és azt mondják, hogy 2-2 nagyon jó eredmény a német váltott ellen, de végig is azért fájdalmas, és tényleg ilyen kicsi csalódás, hiszen ebből a csoportból volt esélyünk tovább jutni, és a srácok mindent megtettek, de megint egy megpattoló lövésből, amit tényleg háromszor került oda az ellenfélhez, és tudtok el egyenlíteni. De tényleg le akar a srácok előtt, hiszen óriásit küzdöttük az egész EB-n, és megérdemeltem, büszke lehet rá mindenki. Mit szóltál Szalai Ádámhoz, aki miatt ugye még azért is egy kicsit izgulni kellett, hogy aztán pályára léphete, aztán pedig gól-gól passz, talán mondhatni, hogy szenzációs teljesítmény. Hát igen, ezért is mondtam, hogy egy nagyon fontos láncszem a csapatnak, hiszen óriásit küzdött meg, én nagyon megtartott a labdákat, és gólpasszt adott, ami egy kicsit érthetetlen, hogy nem ő lett a meccs embere, szerintem. Nem tudom, hogy ki osztályozta, vagy hogy nézte a meccset, de Szalai Ádám nagyon nagy teljesítmény lett az asztalra. Meg is küzdött érte az elmúlt meccseken, is látszott, hogy két-három ember között próbál harcolni és megtartani a labdát, és az a meccsen pedig nem is tudták tartani, hiszen nagyszerű munkát végzett, úgyhogy tényleg az Ád előtt, meg a csapat előtt is, hiszen minden játékos is hozzátette magáét. Szerintem ugye azt a taktikát követtük, nagyon bátran játszottunk, nem rugdostuk a labdákat, próbáltuk kihozni, sokszor sikerült is, és tudtunk menni a széleken, és beadásig eljutottunk, úgyhogy tényleg nagyszerű munkát végzett egy csapat, egy nagyon jó taktikát dolgozott ki Márko Rossi, és sajnos megint egy nagyon szakom múlt, hogy nyegmények a mérkőzést, de tényleg ez szép eredmény, hogy 2 pontot szereztünk ilyen csoportba, és ilyen játékkal, ilyen alázattal is kitettük a szívünket a pályára, de ahogy a játék képét és az eredményt nézzük, azért szerintem megérdemeltük volna, hogy ott legyünk a legjobb 16 között. Beszéltem pár játékossal, és tényleg érzik, hogy mekkora sansz volt, és hogy nem volt azért mellettünk a szerencsese, de erre a játékra, erre a foca lehet alapozni a jövőbe, és a VB selejtezőn tényleg reméljük, hogy visszaadja, és tényleg megmutatta a csapat, hogy mindegy, hogy ki ellen játszik, meg akkor is, ha EB5-öt leírták őket, és esélyt se adtak a pontszerzésre, de megmutatta a csapat, hogy a magyar foci nagy fejlődésben van, és oda kell figyelni a magyar váltatra, hiszen már sokszor lehetett a névjegyét a európai fociba. De tényleg ez érzelmileg azért, amikor tényleg láttam a Yunus-t, én is megkönnyeztem, és ahogy a többiek is sírtak, és fájdalmas búcsút vettek, hogy mindent megtettek ilyen ellenfelek ellen, és egy pici múlott, de le akkor a srácok előtt, úgyhogy most azért biztos pár napig azért nehéz lesz, de a szeptemberre újra váltott meccsen biztosan minden rendben lesz. Szerintem az, hogy pályán franciák ellen ott játszottunk a legjobban, ott minden ült, amit Márko Rossi kitervet, és persze a közönség is mindent meg kell köszönni, hiszen óriási hangulatot teremtettek, nem csak a első két meccsen, hanem idegenben is eljöttek 2-3 ezeren, és ott voltak a csapat mellett, buzdították őket, és egy nagy erőt adott szerintem a csapatnak, de összességében szerintem minden meccsen nagyon jól játszottunk, megleptük az ellenfelet, nem hagytunk nekik területet, és tényleg szerintem azért mondhatjuk azért meglepetés csapat vagyunk, hiszen senki sem számított ilyen focira tőlünk, ilyen eredményre. Ahogy olvastam a nemzetközi sajtót, és mindenki
le van nyűgözve, hogy játszottunk, és milyen bátran. Úgyhogy tényleg ez az úton kell tovább mennünk és folytatni, hiszen tényleg mindenki nagyon büszke szerintem a csapatra. Most is ma voltam mondjuk orvosnál, és tényleg ott a ápolók is nagyon büszkén fogadtak és gratuláltak a csapatnak. Látszott rajtuk, hogy ebben a nehéz helyzetben ők is mekkora pozitív érzést kaptak, hogy a hátad itt szerepelt, úgyhogy tényleg ezt szeretnék továbbvinni a jövőbe. Igen, amit mondtál, volt kint Münchenben néhány ezer szurkoló, volt a Puskás Arénában a portugál francián, ahol nem tudom, láttál-e arról videókat, hogy gyakorlatilag a Ria-Ria Hungária hajrá magyarok ment, miközben Portugál és Franciaország játszott egymással. Én a szurkolói zónában voltam, ott is több mint 10 000 ember szurkolt végig megállás nélkül. Te labdarúgó pályafutásod alatt ilyen hasonló összefogást tapasztaltál már egyébként, ami most itt ment tényleg az EB alatt? Nem, egyáltalán nem tapasztaltam, ezért is egy azért rossz érzés, hogy ezt nem tudtam, nem tudok, most nem tudtam ott lenni, és pályán belül, és ott a közegben ezt átérezni, hiszen óriási élmény lehetett a váltott játékosainak, úgyhogy remélem, hogy jövőben tényleg ott tudok lenni, és akkor újra ilyen nagy eseményen részt tud venni váltott, és újra átérezhetjük ezt a fantasztikus szurkolás szeretetet, amit kaptunk a szurkolóktól.